Mindenkit szeretettel várunk a 7. Hajdúsági Expóra. Augusztus 10-12 között kerül megrendezés a Hajdúböszörményben, a szokásos helyszínen a Széchenyi Szakközépiskolában és az előtte lévő, most már mondhatjuk azt, hogy Expo helyszínen, hiszen nagyjából ez a profilja ennek a területnek. Ahogy említettem, nagyon sok szervezet és nagyon sok ember előkészítő munkájára van szükség ahhoz, hogy ez sikeres legyen, a rendezvény sikeres legyen, hiszen van egy nagyon komoly agrárfórum, amely ma már az ország jegyzett agrárfóruma portfólió szakmai hátterével, gondozásával, és az Expo maga ugye egy kiállítás, vásár, ahol a hajdúsági és hát tulajdonképpen tágabb értelemben a megyéből vagy az ország bármely részéről érkező kiállítókat fogjuk bemutatni. Hagyományos profilunk az is, hogy a hajdúvárosokat minden évben meghívjuk egy standdal, mutatkozzanak be, mutassák meg azt, hogy az előző évhez képest mit fejlődtek, milyen újdonságaik vannak, de természetesen megint, ahogy az előzőkben a kollégák esetében mondtam, itt természetesen minden hajdúváros arról beszél, arról azt mutatja meg, amit ő szeretne, mi csak a lehetőséget biztosítjuk. Az idei esztendőben fölkínáltuk a megye más települései számára is, hogyha szeretnének jönni, bemutatkozhatnak, illetve más területekre is igyekszünk elmozdulni, azon nagyobb szervezetek, egyetem és más szervezetek, akik jelen vannak az életünkben, akár Hajdúböszörményben, akár a megye más településein, az ő jelenlétüket is szívesen vesszük. Az is hagyományos már, hogy a két kamarával szoros együttműködésben dolgozunk, de erről majd gondolom elnök úr, ügyvezető igazgató úr szintén beszél, tehát mind az agrárkamarával, mind a kereskedelmi és iparkamarával megyei, illetve országos szinten is együttműködésben dolgozunk, illetve jelen lesznek, előadást tartanak, díjakat adnak át, tehát aktívan részt vesznek, és ha már a díjakról beszéltünk, az is hagyomány, hogy az Expón átadjuk a különféle díjakat, a vásárdíjat, a városdíját, a kamarák a saját területükről érkező kiállítókat szokták értékelni. Nos, tehát ezek is természetesen megrendezése kerülnek az idén. Amire külön büszkék vagyunk, az az, hogy az európai traktor húzásban öt nagy kategória van. Ez az öt kategória ritka, hogy egyszerre mindenhol látható legyen. Talán Hollandiában van egy-egy olyan település, ahol minden évben minden kategória egyszerre bemutatkozik. És most a 7. évhez közeledve már elértük azt, hogy minden kategóriát láthat a nagy érdemű közönség, aki 7 éve jár a mi rendezvényünkre, és minden európai nagy versenygépet, versenytraktort, illetve kategóriát megismerheted. Ugye a legnagyobb verseny kategória ez a Heavy Modified 4,5 tonnás hatalmas nagy 10.000 lóerős versenygépek kategóriája. Velük kezdtük 7 évvel ezelőtt az Európa Kupa sorozatot, egy nagyon szép versennyel. Ők már kétszer voltak Hajdúböszörményben, illetve tavaly is láthatta őket a nagy érdemű közönség. Van egy úgynevezett Light Modified kategória, szintén voltak két alkalommal városunkban, és a Modified kategóriának van egy legkisebb épített kategóriája, ez a Mini Modified kategória, ők jönnek szombaton hozzánk. Tehát ők először érkeznek Hajdúböszörménybe és Magyarországra, nagyon sok olyan csapat lesz, aki még soha nem járt itt, még soha nem járt talán még az Alföldi vagy a Tiszántúli Dunán innen eső régiókban. 12 csapatot várunk szombaton a Mini Modified kategóriából, Európa 5 országából. Ez a szombati verseny azért is lesz fontos számunkra augusztus 11-én, mert azon túl, hogy a Hajdúböszörményi Európa Kupa futamainak is kihirdetjük a győztesét és az első három helyezettjét, azon túl itt bezárul az Európa Kupa sorozat is, tehát Böszörmény az utolsó állomása a Mini Modified kategóriában versenyzőknek, és az Európa Kupa díjat is itt fogják majd megkapni az Európai Traktorozó Szövetség elnökétől, Andy Miller úrtól. És vasárnap pedig az úgynevezett prostok kategóriában láthatunk szintén 12 versenyzőt. Ez a maximális szám, ez a 12 versenyző, akik beneveztek idén az Európa Kupa sorozatba. Sajnos elképzelhető, hogy csak kevesebben tudnak eljönni, vagy olyan meghibásodás, vagy műszaki dolgok következnek be, ami miatt csak 10 lesznek, vagy 11-en. De bízunk benne, hogy mind a 12 gép eljön vasárnap is,
és szombaton is hozzánk. És van még a Superstock kategória, ők tavaly jártak például legutóbb szintén városunkban.